Jó estét kívánok! A köztér mai vendége Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Miniszter úr, köszönöm szépen, hogy ismét elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm nagyon-nagyon sok témánk van, de hadd legyek egy picit önző, és mint sportriporter, vagy félig meddig volt sportriporter, hadd kezdjem a szívemhez legközelebb álló, legkedvesebb témával, a labdarúgó Európa-bajnoksággal, és nyilvánvalóan azon belül is a magyar válogatott. Én azt gondolom, hogy egészen fantasztikus szereplésével, hiszen a halálcsoportban tényleg egészen minimális ideig, néhány percig játszott a csapat hátrányban, a két regnáló világbajnokkal volt egy csoportban, a címvédővel, és hát nagyon-nagyon sokáig, még a szerdai német meccsen is úgy tűnt, hogy készülhetünk egy újabb találkozóra. Én tudom, hogy miniszter úr is nagyon szereti a sportot, azon belül is a labdarúgást. Hogy élte meg ezt a pár hetet? Szerintem az egész magyar nemzet számára egy hatalmas élmény volt. Egyrészt vendégül látni magát az Európa-bajnokságot. Ismételten bebizonyítottuk, hogy méltó házigazdái tudunk lenni bármilyen nagy eseménynek. A labdarúgó Európa-bajnokság a világon a sportrendezvények között is kiemelt helyen szerepel, az öt legnagyobb sportrendezvény egyike globális összehasonlításban. Nyilvánvalóan szívet melengető az a tény is, hogy akárki, tényleg akárki, aki eljött Budapestre, vagy csak a tévében nézett képkockákat budapesti mérkőzésekről, mind-mind teljesen odáig voltak a budapesti hangulattól. Ugye eleve mi engedtük egyedül azt, hogy teltház legyen a Puskás Ferenc stadionban. Nyilvánvalóan ez egy gyorsoltási kampány nélkül lehetetlen lett volna, így azonban, hogy elértük a védettségnek egy magas szintjét, így lehetővé vált, hogy akik be vannak oltva, magyarok ott lehessenek és megtölthessék a Puskás Arénát. Szerintem most is világossá vált a futball önmagán túlmutató jelentősége és nemzet egyesítő képessége, hiszen a magyar nemzet egy emberként állt a magyar nemzeti csapat mögött azon a három mérkőzésen, amit játszottak ebben a csoportban, és nyilvánvalóan a realitás az volt, hogy nem szerez pontot a magyar csapat, két világbajnokkal és egy gólt se. Európa-bajnokkal szemben, és akik voltak, akik azt mondták, hogy már egy gólszerzés nagy dolog lenne, pontszerzés pedig az abszolút bravúr kategóriába tartozik. És hát az a két pont, amit szereztünk, és majdnem négy lett, vagy majdnem öt, hogyha a portugálok ellen is az utolsó négy percet ugye már nem kell játszani, ami ilyen nincs természetesen, tehát a 86 perces vagy 85 perces focit még nem találták föl, tehát mindig abba kell jónak lenni, amiben amiben indulunk. Már azt is, hogy a mérkőzés gólok nélkül kell értékelni. Arról meg így, igen, meg hasonló igen, bölcsességek, de a végén mégiscsak van egy eredmény. Szóval én azt gondolom, hogy jogosan lehetünk büszkék a rendezésre is, és jogosan lehetünk büszkék a nemzeti csapatnak a teljesítményére is. És mind a rendezés tekintetében, én azt gondolom, pláne a játék tekintetében nagyon-nagyon pozitív a nemzetközi sajtó visszhangja. Egyenesen odáig mentek, hogy akarják sokan látni ezt a válogatottat a világbajnokságon is, ami hát nyilván pokol ilyen nehéz lesz, hiszen oda csak 13 európai válogatott jut ki szemben a 24-es EB-vel. Szóval ebben a tekintetben nagyon pozitív a visszhang. Igen, sőt, hát még a román sportsajtó is a magyar nemzeti csapat dicséretétől zengett a tegnapi napon, ami pedig azt hiszem, hogy végképp megmutatja azt, hogy igazán jó teljesítmény nyújtottunk, és szerethető, szimpatikus csapatunk van. Persze az ember mindig elégedetlen, mert majdnem megvolt, majdnem még ebből a csoportból is tovább mentünk, sőt, hát hogyha nyerünk Németországon, akkor a második helyen mehettünk volna tovább, ami meg aztán már végképp tényleg az a kategória, ami a teljes hihetetlenség kategóriájába tartozik, de mégiscsak majdnem összejött. Na most ez szerintem abból a szempontból értékelendő, hogy mondjuk hol tartott a magyar labdarúgás mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, és mondjuk hol vagyunk most. Ugye két Európa-bajnokságban játszhattunk sorozatban, 2016-ban és idén nyáron. Ott egy ennél jóval könnyebb csoportból tovább tudtunk jutni, most a halálcsoportból kis ilyen tovább jutottunk. Azért 15 éve a magyar labdarúgás még nem volt ebben a helyzetben, tehát én azt gondolom, hogy most már a legmagasabb szinten is, tehát a nemzeti csapat szintjén is visszaigazolást nyert annak a stratégiának a helyessége, hogy a labdarúgást igenis fejleszteni kell. Nyilvánvalóan nem ez az egyetlen visszaigazolás, mert én legalább ennyire fontos visszaigazolásnak látom azt, hogy hétvégente a különböző korosztályos tornákon, a bozsik tornákon megtelnek a sportpályák versenyszerűen futballozó gyerekekkel 5-6 éves kortól felfelé. Legalább ilyen fontosnak gondolom azt, hogy
normális körülmények közé a szülők sokkal könnyebben viszik el a gyerekeket sportolni, mintha tényleg lepukkant sporttelepekre kellene hordani a gyerekeket. Tehát én azt gondolom, hogy összességében az elmúlt 10-11 esztendő futballfejlesztési stratégiája most már gyakorlatilag visszaigazolta a helyességet, és most már nem teljesen, hogy olyan nem nézik, most a hülye kifejezést nem akarom használni, de szóval nem nézik teljesen bolondnak azt, aki mondjuk a világbajnoki selejtezőkön is azt mondja, hogy hát végül is lehet reálisan arra, hogy odaérjünk. Mert ahogy majdnem odaértünk a második helyre az Európa-bajnoksági csoportba, így a VB-selejtezőn is lehet sanszunk arra, hogy a végéig izgalmas legyen a történet. Hát ebben bízunk, én azt gondolom minél többen. Egyszer nagyon jó lenne egy 25 percet annak szentelni, csak a labdarúgásról beszéljünk. Még egy picit maradunk az EB-nél, meg a tényleg a német-magyar meccsnél, és sajnos voltak, akik ezt a találkozót próbálták politikai célokra is felhasználni, illetve hát amellett sem szabad elmenni szó nélkül, hogy azért érte atrocitása a magyar szurkolókat, nem is kicsi, nem is kevés, nem volt ez olyan szimpatikus dolog a németek részéről. Igen, ez egy nagyon fájó pont, hogy ma gyakorlatilag mindenfajta pironkodás vagy szégyenérzet nélkül, vagy anélkül, hogy bárki felvetné ennek a helyességét, vagy éppen nem helyességét ebben az esetben. Tehát, hogy ma minden következmény nélkül politikai turbulenciákat és politikai balhét lehet kelteni egy labdarúgó mérkőzés körül, az egészen elképesztő. Én egészen gátlástalannak, de még augusztustalan kifejezés sem túlzás. Tartom azt, amit a német-magyar mérkőzés köré egyes nemzetközi szervezetek, politikusok kreáltak. Én azt gondolom, hogy a történelmből tanulni kellene. Tehát az nem lehet, hogy egyes sporteseményt politikai kérdéssé minősítenek, és annak végkimenetelét is adott esetben aztán politikailag akarják, vagy akarhatják értelmezni. Én nem lettem volna meglepve, hogy egy vereség eseténre már belettek volna készítve azok a címlapok a nagy nyugati média vagy médiumoknál, hogy éppen milyen politikai jelentősége van annak, hogy a magyar válogatott kikapott, ne legyünk naivak, nyilván ezek mind elő voltak már készítve, ezeket aztán szerencsére visszarakhatták az íróasztal fiók mélyére, mert kb. Oda is valók. De maga az, hogy a történelemből ilyen módon nem tanulnak emberek, ez egészen riasztó. Az pedig borzasztóan inkorrekt volt, ahogy a bajor rendőrség kezelte a magyar szurkolókat. Ugye két magyar szurkoló még mindig, illetve ma most már előzetes letartóztatásban van sajnos, de borzasztóan inkorrektül kezelték a szurkolókat akkor, amikor két órán keresztül várakoztatták a buszokat, amikor folyamatosan provokálták őket, és az, hogy kommandósokat vonultatnak fel az Európa-bajnokságon a magyar kapu mögé, még csak nem is a szektor elé, hanem a magyar kapu mögé már kisilyen a játéktérre, azért az azt hiszem, hogy mindennek a teteje. Tehát, hogy ilyet ma meg lehet csinálni, és minket ezek után annak az országnak a politikusai oktassanak ki sokszínűségből, meg egymás iránti tiszteletből, meg demokráciából, akik ilyen döntéseket hoznak és ilyeneket tesznek, az szerintem túl van egy határon. Úgyhogy ezért is lehetünk még inkább büszkék arra, hogy ilyen nyomás ellenére és mellett is ilyen szép eredményt tudtunk elérni, és reméljük, hogy soha többet nem kell azzal szembesülnünk, hogy egy sporteseményt ilyen gátlástalan politikai célokra próbálnak felhasználni. Számomra egyébként az egyik legmegdöbbentőbb dolog ezzel kapcsolatban az UEFA-nak a nem tudok én más mondani erre, ez a sunyulása, akár azzal kapcsolatban, ugye, hogy szóba került, hogy rózsaszín, illetve szivárvány színűre borítják az Allianz Arénát a német-magyar mérkőzésre, az ezzel kapcsolatos viszonylag visszafogott kommentjére az UEFA-nak, majd a másnapi szivárványos UEFA logóra. Ehhez mit szól, miniszter úr? Hát nézze, nyilván az UEFA is óriási nyomás alatt állt, hát látszott, hogy tényleg mindenki ott topogott az UEFA elnökének sarkánál, hogy na mi van, és akkor milyen döntést fognak hozni. Szerintem komoly erő kellett ahhoz, hogy az UEFA ne engedje azt, hogy a Magyarországgal szembeni
politikai provokáció része legyen a mérkőzésen, még az is, ahogyan kivilágítják a mérkőzés helyszínét, de nyilvánvalóan a nyomást csak eddig tudták elviselni, onnantól kezdve pedig nem is próbálták keresni azt a kompromisszumos megoldást, mert valamit fel tudtak mutatni a rájuk nyomást gyakorlóknak is. Hát nézze, szívük lelkük rajta, ezzel nem tudunk mi mit tenni. Még egyszer mondom, szerintem az nagyon fontos, hogy mindenki, akinek az a felelőssége, hogy sportági szakszövetséget vezet, legyen az nemzeti vagy nemzetközi szinten, hogy azt biztosítsa, hogy politikai provokációknak ne lehessen terepet adni. Tehát az mondjuk, hogy a magyar himnusz alatt szivárványos zászlóval be lehet rohanni a pályára, és ott lehet rohangálni az éppen a himnuszt hallgató, meg éneklő magyar csapat előtt, az azt gondolom, hogy egy elfogadhatatlan és visszataszító provokáció, és én nagyon-nagyon nehezen tudom azt elhinni, hogy az ilyen körülmények után ne lettek volna, vagy ne lehettek volna felkészülve az Allianz Arénában biztonság szempontjából a szervezők arra, hogy ilyen ne történhessen meg. Tehát én azt gondolom, hogy ez jogosan veti fel annak a gyanúját, hogy ez direkt volt, és akkor onnantól kezdve ez még inkább visszataszító. És az a borzasztó, hogy egy labdarúgó mérkőzés, vagy az Európa-bajnokság nagyszerű szereplése után gyakorlatilag innét tudok átkötni a következő témára, és látom azt az ön Facebookján is, hogy sok ezzel kapcsolatos kérdést kap a nemzetközi újságíróktól. Elmagyarázná kicsit a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy ez a pedofil törvény, pedofil ellenes törvény, ez valójában mit tartalmaz és miről szól? Mert én úgy látom, hogy sokan azért ezt nem értik. Sőt, ha nem csak kérdéseket kapok, hanem hogyha jól láttam, akkor mindenfajta ilyen időjárási jelenségekkel próbálták elárasztani a közösségi oldalainkat. 37 ezer a fotó alatt az a szám? Hát, ami... Nem tudom, hogy ez most dicsősége vagy sem, de minden esetre valakik azt gondolták, hogy helyes, hogyha ha megtudom azt, hogy milyen az, amikor süt a nap, meg esik is az eső, akkor mi történik az égbolton. Hát ami a jogszabályra vonatkozik, ott ugye a dolog az teljesen egyértelmű. Ez a jogszabály két dologról rendelkezik. Rendelkezik arról, hogy a gyerekeket meg kell védeni a pedofiloktól. És rendkívül szigorú büntetési tételeket ír elő a pedofilok számára. Tehát gyakorlatilag világossá teszi azt, hogy ha ma valaki pedofil bűncselekményt követel, az a legszigorúbb büntetésre kell, hogy szembenézze. A másik része pedig az, hogy biztosítja a szülőknek ez a törvény, hogy kizárólagosan ők a jogosultak arra, hogy a gyermekek szexuális orientációval kapcsolatos nevelését elvégezzék. Tehát nem mások, nem NGO-k, nem Soros György szervezetei, nem a Amnesty, meg a Transparency, meg a hasonló nevű nemzetközi szervezetek, nem ők döntik el, hogy a mi gyerekeink milyen nevelésben részesülnek szexuális orientáció tekintetében, hanem mi, a szülők. Tehát én kikérem magamnak, hogy NGO-k vagy nemzetközi szervezetek döntsék el, hogy az én két, jelenleg 10 és 7 éves fiam mikor és milyen módon találkozik a szexuális tartalmú nevelési kérdésekkel. Majd azt eldöntöm én, mert én vagyok az apja, meg eldönti a feleségem, aki meg az anyjuk. Majd mi eldöntjük, és nem kell ebbe beleszólni a másnak. Se a belga külügyminiszternek, se a német politikusoknak, se azoknak a miniszterelnököknek vagy külügyminisztereknek, akik mindenfajta petíciókat írogatnak alá, hogy ez miért rossz. Ez más kérdés, hogy el se olvasták nyilván az egészet, hanem politikai balhé zajlik, de még egyszer mondom, az nem az NGO-knak a dolga, hogy eldöntsék, hogy a mi gyerekeink mikor, milyen szexuális tartalmú nevelési kérdésekkel találkoznak. Majd azt mi eldöntjük. Ez a törvény erről rendelkezik. Tehát akik támadják ezt a törvényt mindenfajta hazug módokon, azok tőlünk, szülőktől akarják elvenni azt a kizárólagos jogot, hogy mi neveljük a gyerekeinket a szexuális orientáció tekintetében. És ez a szülők lenézése, mert ezek szerint ezek a kiváló emberek és szervezetek azt gondolják, hogy a magyar szülők nem alkalmasak arra, hogy a gyerekeik nevelését ebben a rendkívül érzékeny kérdésben elvégezzék. De ez a kérdés van annyira rendkívül érzékeny, hogy ezt a szülőkre bízzuk. Én magam is többet, sokat vitatkozom erről, akár privátban, akár a közösségi médiában, viszont egy kérdés mindig előkerül, hogy mi a felelősség vagy a feladata ebben, vagy van-e feladata felelőssége mondjuk egy tanárnak, aki napi szinten találkozik,
És itt azt a kérdést kaptam meg, és ezt, amikor kiderült, hogy én beszélgetek önnel, akkor megkértek rá, hogy tegyen fel önnek ezt a kérdést, és azt gondolom, hogy ha már beszélgetünk, akkor talán megtehetem, hogy azokkal a családokkal mi a helyzet, azokban a régiókban, ahol azért beszélhetünk arról, hogy talán még a szülő sem teljesen egészében felvilágosult, akár csak a fogamzásgátlás kérdésében. Ott mi a felelőssége, feladata a magyar kormánynak, vagy az államnak? De ne nézzük le a szülőket. Tehát szerintem ez egy nagyon, nagyon bántó megközelítés. Miért kell lenézni bárkit is? Attól függ, hogy hol lakik, vagy éppen mit csinál, vagy milyen munkája van, vagy mennyi pénzt keres. Ne nézzünk le senkit. Mindenki, aki gyereket vállal, az az élet legsúlyosabb döntését hozza meg. És ha azt a döntést meg tudja hozni, akkor meg tudja hozni a többi neveléssel kapcsolatos kérdést is. Tehát ne, ezt egy bántó megközelítésnek tartom. A szülőkre kell ezt a kérdést bízni. Akkor térjünk át a mai napi székesfehérvári látogatásra. Ugye a beszélgetésünk előtt nem sokkal adott át egy újabb támogatói okiratot, ugye a versenyképesség növelő támogatási program keretében a HBPO Székesfehérvár Kft. És a HBPO Manufacturing Hungary Kft. Számára. Mit jelent ez? Mekkora támogatásban részesült a cég? Mit valósíthatnak meg ebből? Ugye a HBPO Magyarországon három helyen van jelen, Székesfehérvárot, Győrött és Kecskeméten. Most a székesfehérvári és a kecskeméti gyár fejlesztésére került sor összesen 775 millió forint értékben. Ez 255 millió forintos kormányzati támogatást adtunk. Ezáltal az a 270 ember, aki a HBPO csoportnál dolgozik Magyarországon, biztos lehet abban, hogy a munkája betonbiztos. Ugye a HBPO alapvetően autóipari modulokat, alkatrészeket gyárt a legnagyobb európai autógyártóvállalatok számára. Például itt ugye Székesfehérvár ott az Audihoz és a Volkswagen csoport többi tagjához készülnek az autók orrát, elejét jelentő komplex elemek. Ugye mi ezt csak szeretjük egyszerűen lökhárítónak hívni, de ez nem csak egy lökhárító, ez minden, ami az autó elejében benne van, az elektronikától kezdve a magas szintű technológiai eszközökig minden. Tehát itt a Volkswagen csoport számára gyártják ezeket az eszközöket, vagy alkatrészeket, Kecskeméten pedig a Mercedeshez, és most ezeknek a gyártásoknak a gyártási kapacitásoknak a növelésére került sor, ami azt jelenti, hogy itt Fehérváron is a HBPO innentől kezdve többet tud termelni, több embert tud ezáltal foglalkoztatni, több bevétel lesz, és növeli a város és az ország gazdasági erejét is. És az elmúlt hetekben, hónapokban azért több Fehérvárt érintő kérdésben is döntés született. Ugye a Hanon Systems 18 milliárd forintos beruházásba kezd, ebből 4,6 milliárd forintos támogatásban részes, ugye az állam részéről, és ők elektromos autókba, klímaberendezések gyártási kapacitását tudják bővíteni, illetve volt egy hír azzal kapcsolatban, hogy 14 milliárd forint értékben 220 új munkahelyet teremtve egy svájci cég érkezik ide, ott ők pedig ugye a fogászatban használt implantátumokkal foglalkoznak. Székesfehérvár ennyire vonzó beruházási környezet jelen pillanatban? Székesfehérvár rendelkezik az egyik legvonzóbb beruházási környezettel Magyarországon. Győr, Debrecen, Miskolc, Székesfehérvár alapvetően azok a városok, ahova koncentrálódnak a Magyarországra érkező beruházások. Nyilvánvalóan a logisztikai, infrastruktúrális adottságai a városnak kiválóak, a közlekedési összekötetések alkalmazsá teszik arra, hogy gyorsan eljussanak az itt termelt áruk a célba. Például a HBPO is egy csomó európai helyszínre, többek között Pozsonyba is szállít, direkt autópálya összekötetés, ugye M7, aztán az M1-es autópálya, vagy bármilyen más irányba gyakorlatilag autópályákon el lehet innen menni, vasúti összekötetésről már nem is beszélve. A másrészt a szakképzett munkaerő, itt Székesfehérvárt nagy számban áll rendelkezésre. Az itteni oktatási rendszer biztosítja azt, hogy a vállalatok a megfelelő mennyiségű szakembert megtalálják, és hát a környező településekről is nyilvánvalóan több tízezren járnak be dolgozni napi szinten. És emellett nyilván fontos az, hogy a jó az együttműködésünk a város vezetésével, amely kifejezetten profi módon kezeli ezeket a kérdéseket, mert hiába ad a kormány állami támogatást, hiába alacsonyak az adók, hogyha ott az adott
helyen, ahol éppen a gyár vagy a szolgáltató központ létrejött, nem jók a működési körülmények, akkor mindegy, hogy mennyi az adó, kis túlzással. Tehát ezért aztán a városvezetés profi hozzáállása is egy fontos szempont. És ugye a járvány megjelenése óta halljuk öntől is, illetve a miniszterelnök úrtól talán a legtöbbször, hogy ugye legalább annyi munkahelyet kell létrehozni, amennyit ugye a járvány elvett tőlünk, és ön is többször hangsúlyozta már itt nálunk, hogy ugye a kormány stratégiai programja az a munkanélküliség támogatása helyett a munkahelyek támogatása. Hogy állunk most ebben a harcban? Hát nézze, a beruházás ösztönzési rendszeren keresztül 270 ezer munkahelyet tudtunk megmenteni a felszámolástól, és ma körülbelül 36 ezerrel dolgoznak többen, mint dolgoztak egy esztendővel ezelőtt, ami azt mutatja, hogy a foglalkoztatás nő, azt mutatja, hogy a válság előtti időszakhoz képest most már jól állunk, gyakorlatilag tudtuk pótolni számban a munkahelyeket, és jó néhány olyan nagy beruházásról szóló tárgyalás van már jól előre haladott állapotban, amely tárgyalásokat, hogyha sikerrel tudjuk lezárni, akkor így a nemzetközi gazdasági sajtó címoldalaira kívánkozó mértékű fejlesztések tudnak megvalósulni Magyarországon. A legtöbb, vagy talán az összes gazdasági szakember ugye azt mondja, hogy ha válság van, akkor beruházni kell, fejleszteni kell. Mennyien döntöttek az elmúlt időszakban a beruházás mellett? 1434 vállalat döntött úgy, hogy részt vesz a kormány által meghirdetett beruházás ösztönzési programban. Ezek a cégek azt vállalták magukra, hogy növelik a kapacitásukat, vagy fejlesztik a technológiájukat, ehhez kapnak állami támogatást, viszont cserében nem bocsátanak el senkit. Tehát gyakorlatilag ennek a 270 ezer embernek a munkája az így menekült meg, és ugye Fejér megye pedig kifejezetten jól szerepelt, hiszen 60 cég hajt most itt végre beruházásokat, 48 milliárd forint értékben, amelyhez 19 milliárd forintnyi kormányzati támogatás párosult, és egy 12 ezer főt meghaladó munkahely megmentésére nyílt lehetőség így a megyébe. Orbán Viktor jelentette be nem is olyan régen, hogyha ugye meg lesz az 5,5%-os GDP növekedés, akkor jövőre a családok visszakapják az idén befizetett személyi jövedelem adójukat. Mekkora feladat ez most jelen pillanatban? Hát ugye a gazdasági élet újraírtásáért felelős operatív törzs vezetőjeként most a legfontosabb feladatomnak ezt tekintem, hogy elérjük az 5,5%-os növekedést, mert ebben az esetben nagyon is mondta, a gyermeket nevelő családok visszakapják az átlagbér mértékéig befizetett személyi jövedelemadójukat az idei esztendőből, és gyakorlatilag ugye január-februárban ki fog derülni, hogy sikerült-e ez. Én azt gondolom, hogy jó reményekkel lehetünk, mert azok a plusz kapacitások, amelyek kiépültek a magyar gazdaságban az elmúlt esztendőben a kormány rendkívüli beruházás támogatási programjával, azok alkalmassá teszik a magyar cégeket arra, hogy az újra növekedésnek induló, vagy újra önmagára találó világgazdasági kereslet kiszolgálásában minél nagyobb szerepet tudjanak játszani. És ebben a feladatban, harcban, ebben mekkora szerep hárul azokra a vállalkozásokra, akik ugye határon át nyúló tevékenységet folytatnak, vagyis import-exporttal foglalkoznak? Ugye a magyar gazdaság a 11. legnyitottabb gazdaság a világon. A mi export per GDP mutatónk alapján foglaljuk el ezt a pozíciónkat a világranglistán. Ez egészen kivételes pozíció egyébként. Most már az elmúlt három esztendőben is 100 milliárd euró fölé ment a magyar kivitelnek a mértéke, és ez nagyon nagy mértékben meghatározta a magyar gazdaság növekedését. Tehát azok a vállalatok, amelyek exportálnak, azok a önmagukon túl mutató jelentőségi pozíciót töltenek be a magyar gazdaság teljesítményének alakításában. És ugye a héten Luxemburgban találkoztak ugye az Európai Uniós országok külügyminiszterei egy napos találkozó keretein belül. Mik voltak a legfontosabb témák, amik előkerültek? Gondolom én a járvány, ebben nincs vita, illetve a migráció. Igen, ugye Afganisztánból kivonul a NATO, és ez felveti azt a kérdést, hogy mi következik ezután Afganisztánban, amely soha nem volt a béke szigete, ahol mindenhol a terrorizmus elég erőteljesen felütötte a fejét, és ahonnan aztán ennél fogva milliók menekültek el.
és most is sajnos rá is a veszély, hogyha valahogy nem tudjuk rendezni, szinten tartani a stabilitást Afganisztánban, akkor újra emberek milliói indulnak majd útnak, és ha útnak indulnak, akkor Európa felé indulnak útnak. És ezt mindenképpen el kell kerülni, mert manapság a migrációs hullámoknak nem csak az eddig már sajnos megszokott biztonsági vagy kulturális kockázatai vannak, hanem mindentől kezdve nagyon szigorú, nagyon súlyos egészségügyi kockázatai is. Mert nyilván minél többen vonulnak itt mindenfajta szervezetlen módokon keresztül kasul a világban, annál inkább nő az esély arra, hogy elterjesztik a vírust. És ezt mindenképpen el kell kerülni, tehát nyilvánvalóan egy ilyen migrációs hullámban vonuló emberek közül kevésnek van két negatív PCR-tesztje az elmúlt 72 órából, ami pedig azt jelenti, hogy ezek nagyon komoly potenciális veszélyforrás jelentenek egy-egy ország egészségügyi állapotára. Nagyon kevés időnk van már a beszélgetésből, de láttam még egy témát az ön közösségi oldalán, ami szintén előkerült, és szeretnek két különböző témát összemosni, jelesül a CEU-t, ugye a Közép-Európa Egyetemet, illetve a Fundán Egyetemet. Erről kifejteni nekünk az álláspontját? Hát nézd, az egy hazugság nyilvánvalóan, hogy a CEU-nak el kellett hagyni a Budapestet, tehát ott van, hát az ember elmegy a Bazilikához, és onnan sétál a Duna felé, akkor jobbkészül, ott van a CEU. Tehát ez ennyire egyszerű. Nem küldtük mi el az egyetemet, egyszerűen a magyar szabályokkal van a problémájuk. A magyar szabályok úgy szólnak, hogy akkor lehet kiadni egy külföldi ország diplomáját, ha az adott országban van iskolája az adott intézménynek. És a CEU-nak nincs iskolája az Egyesült Államokban, ez azt nem adhat ki amerikai diplomát. Emiatt tört ki a balhé. Tehát ők magyar diplomát adhatnak ki, mert Magyarországon működnek magyar akkreditáció alapján, és ez soha semmi probléma nem is volt. A probléma azzal van, hogy nem adhatnak ki amerikai diplomát, de hát nem adhatnak ki se amerikait, se kínait, se japánt, se indonézet. Miért? Azért, mert nincsen iskolájuk egyik országban sem. Ennyire egyszerű a történet. A Fudan Egyetem kapcsán meg hát a világ 34. helyen rangsorolt egyeméről beszélünk. Ennek az egyetemnek komoly együttműködése van nagy amerikai egyetemekkel. Érdekes mondom, az nem probléma, de hogyha mondjuk Magyarországon akarnak egy iskolát csinálni, az probléma. Ez nyilvánvaló képmutatás, nyilvánvaló irigység. Nyilvánvaló versenykérdés, hiszen a legjobb egyetemek iskoláiért versenyeznek az országok, és nyilván valaki azt gondolja, hogy Magyarországnak a hitelét, a megbecsültségét itt össze kell roppantani, vagy csökkenteni kell, hogy legközelebb ők nyerjék az ilyen típusú versenyeket. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és akkor tényleg egyszer várjuk egy csak mondjuk foci, vagy foci és sportos beszélgetésre. Szegény nézők. Jó munkát kívánok. Köszönöm szépen. Önöknek pedig a figyelmet, ez volt a Köztér mára, maradjanak velünk a folytatásban is, viszontlátásra!